Párizst a szerelem városaként emlegetik gyakran. A francia főváros a következő két riportban is megjelenik majd. Köszöntöm nézőinket! 2078 kilométer, árnyékok és jelek. Az egyik egy színházi előadás, a másik pedig egy képzőművészeti kiállítás címe. Érdekes témákkal készültünk ma is, tartsanak velünk! Anna Mark 1928-ban született Budapesten. 17 évesen már a képzőművészeti főiskolára járt. 1958 óta él Párizsban, ahol része a képzőművészeti szcénának. Franciaországban méltán népszerű életművét most itt, Szentendrén, a Ferenci Múzeumi Centrumban ismerhetik meg. Árnyékok és jelek. Anna Mark, a magyar származású francia festőművész retrospektív kiállítása életművének jelentős és korábban nem látott képeit egyaránt elénk tárja. A Ferenci Múzeumi Centrumban, hazánkban első alkalommal mutatkozik be a teljes életművet bemutató, átfogó kiállítással a Párizsban élő művész, amellyel közelebb kerülhetünk egy meghatározó jelentőségű életmű magyarországi felfedezéséhez. Ezt köztudott rólam a 90-es évek második felétől, hogy én elsősorban konstruktív, konkrét, minimál művészettel foglalkozom. Erről egy komoly tanulmányt is írtam, és nagyon régóta látókörömben van Anna Mark. Kisebb-nagyobb hullámokban foglalkoztam vele, és most, hogy itt voltunk már a Ferenci Múzeum, így adódott az a gondolat, hogy megkeressük Annát, és hogy egy retrospektív kiállítást szervezünk számára. Ugye ez a legnagyobb bemutatkozás Magyarországon, ez nagyon kisebb kamarakiállítások talán voltak. De ilyen, amit teljes mértékben átfogja az életművét, és még egy könyvet is ki tudtunk hozzáadni, ilyen nem volt. És az a külön öröm, amit a Párizsi útunkon tudtuk meg, ugye addig számunkra ez titok volt, hogy kötődik Szentendréhez, és ez jobban megerősítette bennünk, hogy van még egy szentendrei művészünk, akit hazahoztunk. Kígyós Fruzsina, a kiállítás kurátora, több éve került kapcsolatba a festőművész munkásságával, melyet azóta is elragadtatott figyelemmel kísért. Anna Mark első munkáját kb. 10-15 éve láttam meg egy kereskedelmi galériában, ami már akkor nagyon megfogott, és akkor elkezdtem figyelni igazából az ő munkásságát. Majd 2-3 évvel ezelőtt volt a múzeumunkban egy gyűjteményes anyagnak egy mini tárlata, ahol három művész mutattunk be, Bér Jánost, Alexander Hollánt és Anna Markot. Maga a retrospektív kiállításnak az ötlete ezekkor fogant meg bennünk, hogy nagyon szeretnék ezt az életművet bemutatni, hiszen egy nagyon fontos és gazdag leletnek találjuk, ami egy meghatározza a magyar kortárs művészetet, illetve a 21. századnak a művészetét. Három évvel ezelőtt már felvettem vele a kapcsolatot, akkor ugye telefonon, illetve e-mailen próbáltunk egyeztetni, és 2 évvel ezelőtt jártam nála először Párizsban. Anna Mark 1928-ban született Budapesten. Az érettségi után beiratkozott a képzőművészeti főiskolára, ahol Berény Róbert lett a mestere. 1950 és 55 között a fővárosi Bábszínház műhelyében dolgozott. Ez idő alatt baráti kapcsolatot ápolt az európai iskola alkotóival, mint például Ország Lilivel, Bálint Endrével, Vajda Júliával, de nem csak a kollégák játszottak meghatározott szerepet Anna Mark ekkori életszakaszában, hanem többi között Mészöly Miklós és Pilinszky János is. Fiatalkori éveit városunkban is töltötte. Én azt hiszem, hogy 14 éves koromban gondoltam először arra, hogy én festő leszek, és azóta erre mindig gondoltam, és az is lettem. És akkor még Szentendrén? Hát akkor én Szentendrén nyaranta voltam a nagyapámnak. Ő, nagyapám erre itt töltötte a nyarakat, és én boldogan vele voltam minden nyáron. 16 éves koromig. Úgyhogy nekem Szentendre egy gyönyörű emlék. Pontosan emlékszem a főtérre, meg az egész városra. Nagyon szerettem, és nagyon
boldogan vagyok most is itt. Anna Mark munkái reliefekben, gusokban, tórajzokban, akvatintákban és metszetekben bontakoznak ki. Munkásságára egészen a mai napig az építészeti kompozíciók gyakorolnak nagy hatást, ám művei a geometria szigorú rendjében a világ rendjének valóságát és ihlető erejét közvetítik. A szentendrei tárlaton a művész korábbi és az újabb képei egyszerre tekinthetők meg több teremben. Köztük az egyik mű városunk vonatkozásában. Anna nem szokta címmel ellátni a műveit. Többnyire leltári számok vannak, egy kicsit titokzatosak ezek a művek a látogatók számára, és ahol állunk, ez kivételesen egy olyan mű, amit elnevezett, ő sem megnézett, ez a címmel Szentendre. Ez ugye visszaköszön nagyon sok alkotásában, ez a Szentendrei utcakép, úgyhogy abszolút tudtam is ezzel azonosulni, ezzel a látásmóddal. Van például egy sorozata is, ami a Bartók Béla egyik zeneműjéhez készült, a koncertóhoz, és ott visszaköszön abszolút Szentendrének az utcaképei, illetve azok a boltívek és kapuzatok, illetve a kiállításon is látható egy alkotás, aminek az a címe, hogy Szentendre. Anna Mark 1956 után elhagyta az országot, 2 évig Németországban élt, majd 1959-ben Párizsban telepedett le, ahol művészi stílusát új alapokra helyezte. Jelenleg is itt él és dolgozik. Minden egyszerű volt nyugaton, és ott kerestem éveken keresztül az utat, de ott maradtam, nyugaton maradtam. Ugye először Németországban? Először Németországban, Saarbrückenben, és azután Párizsba. Úgyhogy Párizsban már nagyon régóta élek Párizsban. Soha nem fordult meg a fejében, hogy végleg visszaköltözöm? Nem. De valahogy olyan régen élek Párizsban, hogy ez már nem fordult meg a fejembe, hogy el tudnék menni máshova. Nem emlékszem arra, hogy milyen volt a kezdet, nem emlékszem pontosan. Azt tudom, hogy nehéz volt. Nehéz volt, mert újra kellett kezdenem előről mindent, úgyhogy egyszerre kellett a művészeti vonalon megtalálni az utamat, és ugyanakkor keresni az alkalmat, kiállítani. Szóval nem volt egyszerű időszak. Volt, aki ebben segített önnek? Milyen kapcsolódási pontokat találtuk Franciaországban? Hát volt, aki segített, de tulajdonképpen nem sokan. Úgyhogy ezt egyedül kellett végigjárni, ami nem volt baj, mert az ember, ahogy végigjárta az utat, tanult mindenfélét. Megtanulta, hogy milyenek a közegek, másút, ugye. Szóval hasznos volt, nehéz volt, de hasznos. Az Árnyékok és jelek című retrospektív kiállításhoz kapcsolódva a Ferenci Múzeumi Centrum igényes katalógust jelentetett meg Kígyós Fruzsina kurátor gondozásában, aki nagyban hozzájárult a tárlat megvalósításához, és örömmel dolgozott együtt a művésznővel. Nem kellett nagyon rávenni, egyből partner volt, a művésznő is és a családja is nagyon sokat segítettek a kiállítás megvalósításában, és hogy ezzel meg tudott valósulni, úgyhogy mind Anna Márk természete, illetve karaktere abszolút egy nagyon nyitott és kedvezményező és partneri volt ebben, úgyhogy nagyon nagy szerencsém is volt, hogy ilyen szépen összeállt, és hogy ilyen könnyedén meg tudott valósulni ez a kiállítás, hiszen minden anyagot Párizsból hoztunk a műterméből, úgyhogy nyilván egy nagy előkészület, ahogy említettem, 2 évvel ezelőtt fogant meg a kiállítás, akkor kezdtünk el erről beszélgetni, szerettünk volna egy katalógust is hozzá, ami szintén el is érhető, és meg is jelent a napokban, úgyhogy abszolút egy flottul ment igazából ez a fajta együttműködés és folyamat. Anna Márknak számos magángalériában, kortárs művészeti központban és múzeumban állították ki munkáit. Megkérdeztük tőle azt is, hogy mit gondol a mai művészetről, alkotókról. Én mindig valahol kívülálló voltam és vagyok, most is. Tudomásul veszem, hogy mi történik a világban, valahol nyilván kapcsolódok is hozzá, de kevés emberrel van személyes kapcsolatom. Volt a Konok Tamással, amíg Budapesten járt, amíg ott él, meg a Hetei Kati, de szóval voltak barátaim,
ezen Magyarországon és külföldön is. Angliában volt kiállításom, Németországban is. Szóval ahol alkalom adódott, ott kiállítottam. A kiállításon minden Anna Márk műterméből érkezett. Magyar gyűjtőknél felelhetőek Anna Márk művek, illetve most egyre többen elkezdtek foglalkozni Anna Márk munkásságával, úgyhogy egyre gyakrabban jönnek velem szembe aukciós katalógusokban, illetve különböző kiállításokon is. Voltak azért korábban is Magyarországon már kiállításai, mint például a Vasarely Múzeumban, de nem volt egy ennyire Magyarországon egy nagyon közismert lévén, hogy külföldön élt, ugye? Külföldön él, Párizsban él, és viszont Párizsban meg abszolút több galériával is működött együtt, illetve számtalan gyűjtő, illetve több múzeumi gyűjteményben is megtalálható fontos múzeumi gyűjteményben, mint például a Pompidou Központ. Én azt gondolom, hogy Anna Márk munkássága azért is egy nagyon fontos és tényleg egy hihetetlenül gazdag lelet igazából ennek a korszaknak, amit ugye az Európai Iskolából indult, de amit szerintem minden egyes látogató nagyon fog érezni, hogy minden egyes műben van valami líraiság, ami első látásra ugye konstruktív alkotásoknak, illetve formáknak tekinthetjük, geometrikus ábrázolások, de mindegyikben van egyfajta személyes töltés, amivel szerintem az embernek nyilván kell egy kis időt és egy kis elmélyedés és gondolkodást hagyni, hogy ő is felfedezze ezekben az alkotásokban az ő találkozását. Azért külön kiemelném ezeket a relief alkotásokat, ahol nagyon szépen visszaköszönnek a különböző utcaképek és a falak és ezek a romos kultikus felületek. De nyilván a kiállítás értelmezését segíti azért a katalógus is, egy kétnyelvű katalógus, illetve a kiállítás során elhelyezett teremszövegek, ami igyekszik pont a befogadónak az értelmezését segíteni, a műveknek az értelmezését. A Szentendrei tárlattal párhuzamosan Budapesten is találkozhat a közönség Márk festőművész alkotásaival. Kisterem galériában van egy kamara jellegű kiállítás, ez egy kereskedelmi galéria. Azáltal, hogy a Ferenci Múzeumi Centrum elkezdett foglalkozni Anna Márkkal, így bekerült a magyar művészeti végkeringésbe. Ez egy nagyon pozitív dolog, hogy felkarolta egy magángaléria és az ő életművét, és úgy gondolom, hogy ezáltal ő egy prosperáló művész lesz itthon, nem csak Franciaországban és Németországban. Anna Márk retrospektív kiállítása október 23-áig, csütörtöktől vasárnapig 10 és 18 óra között tekinthető meg a Ferenci Múzeumban. A kiállítás programjai között tárlatvezetések, művészet és meseterápiás foglalkozás, kreatív családi és irodalmi program várja a látogatókat. Részleteket a femusz.hu oldalon olvashatnak. Hátrányos helyzetű fiatalok és négy országból érkező, szociálisan elkötelezett alkotók együttműködéséből született meg a 2078 km című előadás. A darabot összesen kétszer láthatta a közönség idén nyáron, elsőként itt, a Városháza udvarán. Kikinda, Prága, Hernádszentandrás és Párizs-Budapestől mér távolsága összesen 2078 km. Ezt a távolságot tették meg a hátrányos helyzetű fiatalok és az őket segítő szakemberek, hogy közösen alkothassanak. Az út azonban, amit bejártak, sokkal hosszabb ennél. A Proprogressione művészeti szervezet két éves projektjének végén egy kéthetes táborban hoztak létre egy darabot, amelyet csütörtökön este a Szentendrei Teátrum színpadán mutattak be. Ennek a projektnek az a célja, hogy olyan embereket képezzünk, akik szociálisan elkötelezettek, és úgy szeretnének a művészettel foglalkozni, hogy valamilyen hátrányos csoportot támogatnak vele, hátrányos helyzetű csoportot támogatnak vele. És a projektben részt vesznek gyakornokok, művészeti vezetők négy országból, és hátrányos helyzetű fiatalok. Honnan érkeztek ezek a szakmai vezetők, illetve a hátrányos helyzetű fiatalok? Szerbiából, Franciaországból, Csehországból és Magyarországról. Négy különböző módszertan van a négy országból, és színházi szakemberek és táncművészek is. Például a francia vezetőnk, Sophie Bullion, neki egy társulata van, és fogyatékos és mozgáskorlátozott emberekkel foglalkoznak, és ő alapvetően koreográfus. Szerbek részéről Uros Mladenovic,
jött el, és ő hozott két gyakornokot magával, akik ezt a szakmát most kezdik el tanulni, és szintén menekültekkel, hátrányos helyzetű fiatalokkal dolgoznak Szerbiában. A csehek, ők egy nagyon neves színháztól jönnek, az Arha színháztól, ami Prágában található, és ők is hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkoznak. Ebben a projektben éppen egy vietnámi közösséggel. Prágában ugyanis van egy nagyobb vietnámi közösség, akik menekültek, és így igazából az a céljuk, hogy betekintést nyerhessünk az ő életükbe. Ők egy elég zárkózott csoport egyébként. A hátrányos helyzetű fiatalok közül többen a projektnek köszönhetően találkoztak először az előadó művészettel. A tábor 10 napja alatt a különböző nemzetiségű fellépők és segítőik a művészet segítségével közös nyelvet találtak maguknak. Megpróbálták áthidalni a társadalmi és kulturális különbségeket, megtartva mindazon értékeket, melyeket hazájukból magukkal hoztak. A 2 éves folyamat eredménye egy színdarab lett, melyet kizárólag Szentendrén és Hernád Szent Andráson mutatnak be. A címe az, hogy 2078 kilométer. Ez a cím onnan jött, hogy hát így összeadtuk a különböző országokat, a városokat, ahonnan jönnek a résztvevőink, és összesen kiderült, hogy Budapesttől Prágának, Kikindának, Párizsnak és Hernád Szent Andrásnak 2078 kilométer a távolsága. Úgyhogy ez egy nagy távolság, így földrajzilag is, de hogy az emberek közt kulturálisan is nagyon nagy a távolság, hát még úgy, hogy társadalmilag micsoda távolságokban vagyunk egymástól gyakran, hogyha elmegyünk egymás mellett az utcán még akkor is. És akkor az előadás is erről akar szólni, a távolságról és a távolság legyőzéséről ember és ember közt. Hát most indult el a próbánk, ez egy lejáró próba, most még azt nézzük, hogy mekkora a színpad, mert egy kicsit kisebb térben dolgoztunk eddig, és akkor egymás után nézzük a jelenteteket. A próbát azt most Sophie Bulmian vezeti, aki a francia vezetőnk, és Horváth Kristóf, akit eddig még nem említettem, de remélhetőleg tudtok majd vele is beszélni. Horváth Kristóf, színész Bob, művész nevén, ő a magyar vezetője a tábornak, tehát ő hozta a saját módszertanát, színházi módszertanát, és ő foglalkozik a fiatalokkal, és az egyik rendezője ennek az előadásnak. Én eredetileg színész vagyok, van, hogy rendezek is, és van egy független társulatom, és 3 évvel ezelőtt elvégeztem egy képzést, egy színházi nevelési képzést az SZF-én. És akkor nagyon megtetszettek ott azok a tanult dolgok, de úgy éreztem, hogy ennek a képzésnek inkább elméleti része volt, mint gyakorlati. És szerettem volna kipróbálni magamat gyerekek előtt is, és akkor abban az évben terveztünk egy tábort, ami az In the House Hungary Egyesületnél valósult meg. Ők egy önkéntes csoport, akik borsodi szegény gyerekekkel, vagy hát most jobban mondva hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoznak. Ez egy, tehát egy valóban egy szegény terület, ahol a gyerekeknek nyújtanak olyan képzést, még 7 évig iskolát, amiben eddig még hiányzott a színházi képzés és a színjátszótábor, és akkor mi ott megvalósítottunk 2020-ban egy tábort. És utána én arra jutottam magamban, hogy én nekem is nagyon kell még tanulnom ezt a történetet, szeretnék majd új módszertárokat is megismerni, és elkezdtünk együtt dolgozni egy művészeti szervezettel, a Pro Progressio néval, ami már évek óta csinál szociális programokat, és szociális színházi, és egyéb nemzetközi projekteket, Kreatív Európa pályázatokat is, és megkértük őket, hogy írjunk együtt egy pályázatot erről. És akkor a projektnek hát ez a célja, hogy gyakornokokat képezzünk, olyan embereket, akik szeretnének, szociálisan elkötelezettek, és a művészeteket úgy akarják használni, hogy annak legyen társadalmi haszna.
Akkor például ezt a színházi nevelési képzést végeztem az SZF-én, akkor nagyon sok helyről érkeztek osztálytársaim. Volt, aki pedagógus volt, eredeti végzettsége szerint, volt, aki úgy pedagógus, hogy egy művészeti iskolában tanított, és szerette volna a saját tudását bővíteni. Volt, aki szociális munkás volt, és szeretett volna művészeti eszközökkel dolgozni a saját csoportjaiban, és igen, és volt, aki kifejezett, aki gyógypedagógus volt. Szóval nagyon sok helyről jöhetnek, és vannak, és hát vagy van az a réteg is, aki pedig művészként érkezik ebbe a folyamatba, de a művészetnél egy kicsit, vagy a színház oldaláról, és akkor szeretne ennél egy kicsit nagyobb hatással lenni a társadalomra, hogyha lehet, a művészet eszközeivel, és én is például egy ilyen céllal kerültem ebbe a folyamatba bele, hogy nagyon szerettem volna olyan színházi előadást csinálni, olyan művészeti dolgokat, amivel valóban elérek valamiféle társadalmi változást. Az elmúlt egy évben folyamatosan két hetente, három hetente jártunk Borsodba, és foglalkoztunk a gyerekekkel. És akkor ez egy ilyen közösségépítő része volt a projektnek, amikor igazából a bizalmukat próbáltuk elnyerni, és hogy így megismerkedni velük minél jobban, és aztán utána bevonzani őket a színház világába, és hogy elnyerni azt a bizalmat és kedvet a részükről, hogy eljönnek hozzánk a táborba. Tehát igazából ezt nem lehet csak úgy csinálni, hogy az ember lemegy egy hétre, és akkor gyertek velem, és itt van nagyon sok ember, és akkor majd biztos jól fogjátok magatok érezni. Ezt elő kell készíteni, főként kamaszoknál, hogy tényleg legyen kedvük. Úgyhogy ez történt most ebben az évadban, mondjuk úgy szeptembertől májusig, hogy a gyakornokok lejártak, és foglalkoztak a gyerekekkel. Én személyes történeteim azok 2020-ra mennek vissza, amikor ez az első tábor volt még Hernád Szent Andráson, és akkor ők ilyen 14-15 évesek lehettek, és én meg éppen várandós voltam, és a 8. hónapban, úgyhogy és nagyon szép volt, ahogyan reagáltak arra, hogy hát kamaszok, meg hangosak, meg minden, de amikor ott voltam, és akkor jó, ő neki adjad oda a helyet, meg ilyen. Tehát iszonyú udvariasak és kedvesek voltak velem. Maguk egyszerű módja. Igen. Hát nagyon jó fejek voltak igazából. Szóval tökről tiszteltek engem ebben a helyzetben, és én azt érzem, hogy én könnyen elnyertem a bizalmukat ilyen szempontból. És aztán utána óriási élmény volt az, hogy hát azért ők két év alatt rengeteget fejlődtek, és iszonyú, tehát hogy két évvel ezelőtt még nagyon kamaszosak voltak, nagyon-nagyon sokat beszéltek, nagyon sokat viccelődtek folyamatosan, és most már sokkal komolyabbak és érettebbek, és most látom is rajtuk azt, hogy nekik ez valóban nagyon fontos, hogy színpadra állhassanak, és nem csak ez, hanem például van egy szereplőnk, a Kuru Jancsi, akinek külön olyan tervei is vannak, hogy a saját falubeli gyerekeket elvigye a Velencei tóhoz táboroztatni, és most ez a nagy álma, hogy 12 gyereket el tudjon vinni magával, és egyébként ez az előadásnak a bevétele is majd a Jancsi tervét fogja segíteni, mert szeretnénk őt abban megsegíteni, hogy egy busz tudjon bérelni, amivel eljutnak majd a Velencei tóhoz. Úgyhogy ilyen hát bátor és ambiciózus gyerekekkel dolgozunk együtt. Mit kívánnál magatoknak? Kellemes időt. Hát azt, hogy majd még tudjunk találkozni. Hogy ne érjen végét ez a történet itt, ha nem tudjunk majd újra találkozni. És hát leginkább azt kívánom a fiataloknak, a fiúknak, akik nekem azt szívemhez nagyon közel állnak, hogy ők találják meg a saját álmaikat és a jövőjükben, és legyenek boldog emberek. A tábort Budapest 8. kerületében tartották, de a próbák miatt Szentendrére is ellátogatott a társulat.
Horváth Kristóf, színész Bob, a tábor magyar vezetőjeként és a darab egyik rendezőjeként volt jelen. Most már azt hiszem 3 hónapja tudom, hogy ebben a táborban részt fogok venni, és azt hiszem ez a 7.-8. napunk nagyjából, hogy együtt vagyunk. Az első 2 nap ismerkedős játékok, vagy az első 3 nap, és utána meg azóta megpróbálunk, szóval kb. 4 napnyi próbával rakunk össze egy előadást csütörtök este. És tudtad, hogy mibe vágsz bele, mibe csatlakozol, vagy sok meglepetés volt közben? Hát a körülményeket, nagyjából valami paramétereket tud az ember, hogy kikkel fogok együtt dolgozni, meg milyen nyelven, meg hogy ki mivel foglalkozik, de egyébként pont ez volt hát a szépsége és a nehézsége is, hogy mivel az ő ötleteiket kell, hogy használjuk, és az ő ötletekből kell, hogy előadást írjunk majd, igazából neki kellett mindent kitalálni, ezért aztán nem lehetett tudni előre semmit. Amitől viszont ezek nagyon intenzívé váltak ezek a napok, mert csak napról napra lehetett készülni az alapján, amit aznap létrehoztunk. Mennyire kaptál szabad kezet, vagy mennyire voltak készen már az előadók a saját mondani valójukkal? Hát ez nagyon változó. Igazából itt leginkább az volt a feladatom, hogy én adjak nekik szabad kezet, hogy eszközöket adjak nekik, amikkel ők aztán tudnak dolgozni. És nagyon különböző szinteken vannak olyanok, akik mondjuk már így a felnövekedett ifjú generáció, az utánunk következők, akik most rengeteg lehetőséget kaptak, hogy ők rendezzenek jelenetet, megvezessenek csoportot, illetve vannak még itt a legfiatalabbak, akik meg csak most ismerkednek mondjuk az ilyen típusú táborokkal, meg a művészettel általában véve. Hogy itt most fantasztikus kapcsolatok köttettek, mindenki egy életre szóló élménnyel gazdagodik, és nem fogunk feltehetően nagyon a továbbiakban találkozni. Most ezt így mondom ilyen durván, mert közben valahogy ennek az egésznek a légkörébe ez is beletartozik, hogy egyszerre játszott előadásokat fogunk játszani, és mindaz a munka, amit ebbe beletettünk, az egyetlen estére kötött össze minket. Miközben azért nagyon valószínű, hogy a következő években a Progressione és a többi társulat is folytatja a munkáját, és valószínű, hogy ezek a fiatal emberek elkötelezettek maradnak és a pályán maradnak, és azért legalábbis reménykedhetünk, hogy még összefúj minket az élet ilyen-olyan utakon. Zene, tánc, slam poetry és prózai jelenetek váltották egymást a közel 80 perces műsorban. A fellépő fiatalok saját érzéseiket, gondolataikat és történeteiket vitték színpadra. És csak ritkán van, amikor ez így fölmerül, de néha fölmerül, hogy valóban el tudja dönteni mondjuk egy 16 vagy 17 éves, hogy mi az, amit meg akar osztani magáról nyilvánosan. És nyilván, közben az is, hogy mindannyian tudtuk, hogy ez csak egy 2 hetes tábor, és nem is nagyon törekedtünk különösen mély dolgokra, de mégis rendkívül sok személyes dolog feljött. Másrészt az is van, hogy ha ezek a dolgok feljönnek, akkor ez mindig az érintett szájából jön föl, ami azt is jelenti, hogy ő valamilyen módon igenis meg akarta osztani velünk ezt a dolgot, és mindenkinek megvan a lehetőség, hogy bármikor, bármit a saját szövegei közül úgy gondolja, hogy nem akar elmondani, és csupa olyan dolog hangzik el, amit ők maguk írtak, vagy ők maguk vállaltak, hogy ezt szívesen mondják közönség előtt. Azt szokták mondani, hogy ezt nem lehet befejezni, csak abba hagyni. Ugye ez így mondják? Igen. Tehát, hogy sosem lesz készen, mert aztán még mindig látom, hogy ott, pedig ott van az a pillanat, és akkor azt kellene, hogy... De nincs idő arra, hogy ilyenekbe belemenjünk, hanem a biztonsági részleteket most már ki kell dolgozni, hogy együtt tudjanak működni. Viszont végtelenül bízom bennük, és azt is szoktam neki mondani, hogy nem fogunk megmutatni semmit, engedjük, hogy lássanak, mert az, ami történt közöttük az elmúlt napokban, amit megtudtak egymásról, ahogy kifejeztek, ahogy viszonyultak, ahogy kapcsolódtak egymáshoz, az szerintem megér egy megnézést bármilyen közönségnek. Most nem igen csinálok színházat, hanem sok tanításban van részem, leginkább járok gyerekekhez. A Monori Kossuth Lajos általános iskolában 32 rendhagyó irodalomórát tartottam meg tavasszal. Minden osztállyal írtunk szöveget, amit aztán megzenésítettem a zenekarommal, a Bob és Bobék orkesztrával, és azt visszavittük nekik. Ahogy ők mondják, a saját szövegeiket oltottuk rájuk. Én ezzel mindenféleképpen tovább fogok haladni, hogy valahogy a művészet és az oktatás keveredésénben fogok maradni. És persze vannak mindenféle távolabbi tervek, de nekem most ez a tábor is arra volt jó, rengeteg mindenben szintet léptem, létrehoztam egy csomó új foglalkozást, játéksorokat,
Például azt hiszem, hogy nekem mostantól van egy Chuck Norris vicces workshopom, és hogy ez egészen új szintre emeltük a Chuck Norris vicceket, hogy hogyan lehet Chuck Norris viccekkel beszélni önmagunkról. És úgy, hogy nemzetközi a háttér, tehát mindenkinek meg kell értenie, szerbtől, francián keresztül, meg vietnámi alkotón keresztül mindenkinek. Igen, ezt a színházban néha elengedtük, hogy ki ért, mit ki nem ért. Másrészt rengeteg lehetőséget is adott arra nekünk, hogy játszunk azzal, hogy ki mit ért, ki hogyan érti. És például itt a vietnámi felmenőkkel rendelkező cseh származású fiú mondja el csehül, hogy a Chuck Norris kétszer volt Budán kutyavásárban, amit aztán lefordítanak magyarra. Szóval vannak itt érdekes keveredések, és csináltunk nemzetközi nyelvtörő diszkót is. És folytathatnám, de franciául, szerbül, csehül, magyarul áll össze a nyelvtörő diszkó. Chuck Norris hamarabb azt tett el az üzességét, mint az apja. Chuck Norris jedi hleb od sutra. What? Od sutra! Chuck Norris, ma már holnap kenyeret. Chuck Norris egy húzásra isze meg a csapvizet. Egy kézzel tapsol. Chuck Norris, egy kézzel tapsol. Chuck Norris, tudod mennyi fekvőtámaszt csinált meg? How many? Az összeset! Chuck Norris egyszer elszámolt végtelen. Kétszer. Chuck Norris goes to therapy alone. Ale počkat. Já ho znám. To je ten týpek, kterýho jsem potkal na tom psím tržišti dvakrát v Budě. What? No jo. Azt mondta, hogy Chuck Norris kétszer od Budán kutyavás. Jsem prostě dobrý. Chuck Norris még mindig 370 forintért veszi az eurót. Chuck Norris makes made Serbia to join Europe Union. Chuck Norris nem érzi az inflációt. Az infláció érzi őt. Chuck Norris egyszer szavazott a Fideszre, azóta ő van. A 2078 kilométer egyik szereplője Kuru János volt, aki Borsodban a hátrányos helyzetű gyerekek megsegítéséért dolgozik. Rendszeresen szervez nekik kirándulást, palacsintasütést és Mikulás csomagosztást. Erőfeszítéseiért a svéd nagykövetség Rao Wallenberg Egyesülete emberségdíjban részesítette a 19 éves fiatalt. Hát ezt igazából nem csak én kaptam, tehát hogy több személy is kapott a csapatban, 3 vagy 4 személy kapott a csapatba. Tehát, hogy ezt azért kaptam, mert önkéntes munkákat csinálok, a gyerekeknek programokat. Most jelenleg augusztusban viszek 12 gyereket Velencei Tóra, 5 napos táborba. Pirivel úgy lettem kapcsolatba, hogy az Indobuszba járok, tehát az egy alapítvány, ahol hátrányos helyzetű gyerekeket fejleszteni, tanítanak, és tehát, hogy a Piri is oda került, de nem tudtam nagyon semmit róla, egy pár napra kiderültek róla a dolgok, és én nagyon csodálom, kedves filmemben játszik, szóval nekem ez felemelő. Melyik ez a film? A Viszkis, az Ambrus Attilás film, igen. Igen. A csütörtöki előadással kapcsolatosan te milyen szerepet vállalsz a darabban? Fogok énekelni, tehát kísérni fogok. Én a mentoromat fogom kísérni, de többen fogjuk őt kísérni. Tehát, hogy ez nem tudom, tehát több szerep lesz, ahol leszek zombi, sőt robot. Hát lesznek meglepetések, nem árulom el még. Milyen megérzéseid vannak a csütörtökkel kapcsolatosan? Teljes mértékben pozitív vagyok, pozitívan áll az egész csapat hozzá, és reménykedünk, sőt, tudjuk, hogy biztosan jó lesz. A táborban nagyon sok nemzetiségű ember van, de ezt igazából tudjuk korrigálni. Vannak tolmácsaink, akik itt vannak, meg hát valamennyire értünk mi is angolul, szóval ez szerintem nagyon jó. És tehát, hogy ebből lehet okulni, meg mit tudom én, tapasztaltabb lenni az életben, szóval ez nagyon jó. A próba folyamatok alatt mi volt az a legmeghökkentőbb élmény, mondjuk, ami értéged? Mit tudnál kiemelni?
Hú, nem is tudom. Ahol volt egy pillanat, ahol az összes a csapatban lévő személy, aki, tehát a szerepben voltam, egy gőzgép, ami elromlott, és megöleltek. Szóval ez így nagyon fölemelő volt számomra, és nagyon megható pillanat volt. Szerinted lesz folytatása ennek a munkának ezzel a csapattal, vagy ha nem is az egész csapattal, de ápolsz olyan kapcsolatot közülük párra, hogy el tudod képzelni, hogy a jövőben valamit együtt alkossatok újra? Hát természetesen szeretném elképzelni, és el is képzelem, és nagyon akarom is, tehát most dolgozunk egy olyan dolgon, amit még nem nagyon akarok elárulni, de még nagyon ezt a széli pedzegeti egy filmet szeretnénk, egy saját filmet, amiben bemutatjuk a saját életemet. De még ez nem nagyon biztos, szóval csak pedzegetjük ezt, hogy elkezdjük. Nagyon szeretnék egy érettségit, egy egyetemet, szakmát, természetesen családot is, meg hát szeretnék színészkedni. Igen. És Magyarországon képzeled el az életedet, vagy valahova elvágyodsz most, hogy ennyire nemzetközi hangulatú előadáson veszel részt? Hát én soha nem szeretném elhagyni Magyarországot, de természetesen szeretnék kimenni külföldre, vagy valami, de azon kívül Magyarországon szeretnék tevékenykedni. A szentendrei előadás teljes bevételét a Borsodban élő gyerekek egyenlő esélyeiért küzdő Inda House Egyesületnek ajánlották fel. A pénzből a Kurujancsi által szervezett tábort is támogatják, melynek keretében 12 roma gyerek mehet nyaralni 5 napra a Velencei tóhoz. A 2078 km című darab mindössze egyszer volt látható Szentendrén. A Nemzetközi Közösségi Társulat utoljára ma este Hernádt Szent Andráson mutatja be a műsort. Ha további kulturális élményre vágynak, akkor holnap délután látogassanak el a Szentendrei Képtárba, ahol megnyílik Frivalszky Márk Szellemek Találkozása című kiállítása. Köszönöm, hogy velünk tartottak, szép hétvégét, viszontlátásra!